Útra kelt az Egyesült Államokból Párizs felé a kis herceg kézirata. A regényt ebben a formában először állítják ki a francia fővárosban, ahol tárlat nyílik a szerző Antoine de Saint-Exupéry emlékére. A kis herceg 1943-ban jelent meg, és mostanra 80 millió kiadott példánnyal a világ legolvasottabb 50 könyve közé tartozik.